Már hétfő délelőtt sokan felvették az egyszeri 5000 dináros juttatást. Jó rántásnak gondolom, hogy bebírom a számlákat fizetni, ami el van maradva mínuszba, és gondolom másnak is jó esett. És most talán azt mondják, hétvégén lesz a nyugdíj, de azért mondom, hogy én 9700-ba élek havonta, úgyhogy nagyon nehéz. A szabadkai Nagy István szerint az 5000 dináros támogatás nagy segítség, azonban nem mindegy, mire költi az ember. Nekünk minden dinár sok, és jó, mert beosszuk. És azt mondom, én 220 dinárt, amit két burek kettőnknek a párommal, én azért nem adom egy doboz cigijé azt oda. De aztán van még, az mellett jön a kávé, az mellett jön még, akkor kijövünk, küldjük a sör, meg az, adjuk csak össze, hogy mire mennyit költött naponta. A legkevesebb a házi szükséglet. Ez az én véleményem. A szerb kormány célja, hogy serkentse a vásárlóerőt, továbbá, hogy segítsen a nyugdíjasok helyzetén. Zorán Gyorgyevics, szociális ügyi tárcavezető a szerbiai RTV-nek nyilatkozva elmondta, 1.750.000 nyugdíjas kap egyszeri támogatást, amelyre összesen 8,8 milliárd dinárt különítettek el a köztársasági költségvetésből. Ana Brnabić szerb kormányfő korábban tette hivatalossá az egyszeri segély kifizetését. Elmondta, jövőre, amikor a bruttó hazai termék aránya 11%-ra csökken, lehetőség nyílik arra, hogy megszüntessék a nyugdíjak csökkentéséről korábban meghozott törvényt, továbbá, hogy évente kétszer újraértelmezzék a szerbiai nyugdíjak összegét. Drago mi je, što smo uspeli da sve ono što je ušteđeno merama fiskalne discipline i fiskalne konsolidacije počnemo da vraćamo vama. I to je u prethodnih dve godine bilo skromno, ali je bilo onoliko koliko smo mogli. 1,25%, 1,75%, ali ovo je godina u kojoj se vidi, kao što je i naša draga penzionerka rekla, vidi se da smo odgovorno postupali prema onome što smo uštedili svi zajedno i da od 1. januara možemo da damo stvarno jako značajnih 5%. A szerb kormányfő leszögezte, hogy az 5000 dináros egyszeri juttatás mellett jelentős előrelépés a január 1-től esedékes 5%-os nyugdíjemelés is, amelynek eredményeként a szerbiai nyugdíjasok döntő többségének magasabb lesz a juttatása, mint 2014 előtt.